Gyöngyös Imre és Kabai Barna Oscar-díjra jelölt alkotásának, a Jobb lázadásának digitálisan teljes körűen felújított változatát csütörtökön láthatják először az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Ezen a díszbemutató jelen lesznek az alkotók közül Kabai Barna rendező, Petényi Katalin forgatókönyvíró és az operatőr Szabó Gábor is. Na, Lackó, ezután itt laksz mi nálunk, te is, meg a kutyád is. Jó helyetek lesz, meglátod. Ez a ház, ez a mama, és én vagyok a papa. Jó cukros tej, biztos megijesztél. Nem kell! Nagy Kárlackó, volt tej, nincs tej. Ne sírjon már, hé! Nem jó az nekem! Ne sírjon már! Ne sírjon már, hé! Kabai Barna rendezővel és Rádúj Györggyel, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatójával néztük az Ilyen volt, ilyen lett képeket. A Jobb lázadásáról van szó, melyet 84-ben egyébként Oscar-díjra is jelöltek, ugye nemzetközi film kategóriában. Gyönyörű lett már, amit ilyen messziről így a képernyőn láttam, de milyen volt maga a munka? Mert hogy gondolom, 20-valahány év után azért sok mindent ki lehet még hozni egy ilyen filmből. Hát, mint minden filmrestaurálás, hosszú. Több mint 30-an dolgoznak összesen egy film restaurálásán. Kezd számítva attól, hogy levesszük a polcról a filmeket, hiszen általában ugye, amikor a filmek eredeti kellékeit elővesszük, remélem legjobb esetben az eredeti negatívokat, akkor megelőzi a digitalizálást egy fizikai előkészítés, bevizsgálás, és szükség szerint egy fizikai restaurálás is, hiszen kisebb sérüléseket, szakadásokat ki kell javítani ahhoz, hogy a film egyáltalán digitalizálható legyen, és felkerülhessen a szkennerre. Ki és hogyan dönti el, hogy milyen filmek eshetnek át ilyen digitalizáció? Erre készítettünk 2016 végén, 2017 elején egy 10 éves programot. Tulajdonképpen a Filmarchívum kutató szakértői egy konszenzus alapján állították össze ezt az évente jelentkező listát. Itt különböző szempontok érvényesültek, de ami a legfontosabb szempont, az mindig az állagmegőrzés. Tehát azokat a filmeket tesszük a lista elejére, amelyeknek az állapota olyan, hogy beavatkozást igényel, és ezért a programba bekerülnek. Aztán utána természetesen filmtörténeti jelentőségük, vagy pedig évfordulókhoz kapcsolódó aktualitások is befolyásolták ezeket a döntéseket. Most jelenleg azért 10 évre bőven van munkánk. A Jobb lázadása milyen állapotban volt? Sürgős volt a beavatkozás? Hát én azt gondolom, hogy a Jobb lázadása az nagyon jó állapotban volt, mert szerencsénk volt, nem ázott be, nem változott a szín állaga, és nekem nagyon nagy élmény volt személy szerint az, hogy újra láthattam a főszereplőket, Zente Ferit, Temesi Éditet és ezt a zseniális kisfiút, Fejér Gabit a kutyájával, és Petényi Katalin társíróval, akivel ott ültünk, és elájultunk az odaadástól és az igyekezettől, amit az archívum munkatársai részéről tapasztaltunk, akkor azért folyton előjöttek a régi emlékek. Hogy volt ez, amikor még Gyöngyös Imre élt, amikor még együtt ott az autentikus helyszíneken jártunk. Nekünk nagyon fontos volt, hogy az eredeti debreceni zsidó közösség is részt vegyen a forgatáson, el is jöttek, magukének érezték a történetet, és annak is nagyon örültünk, hogy Temesi Édi Zente Feri olyan odaadással követte az utasításokat, amiket egyébként Seiber Sándor tanítványai a helyszínen adtak át, hogy azok a bizonyos rituális jelenetek valósak legyenek, és tényleg pontosak.
Tehát minden segítette a munkánkat, és én ezért nagyon hálás vagyok a Film Alap döntésének és segítségének. Nagyon remélem, hogy ezt sokan megnézik, és azt gondolom, hogy az országos forgalmazásnak január 27-től igenis van sansza. Itt az Urániában mindannyian láttuk, milyen sokan jelentkeznek. Így van, december 12-én műsorra kerül a film. Először lesz látható Nagyvásznon a film restaurált változata, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy telt ház van. Úgyhogy sajnálatok közöljük, már nincs hely. De hát, ha továbbiakban, a későbbiekben majd ezt be lehet pótolni, és máshol is megtekinthető lesz a jobb lázadása. Köszönöm, hogy beszélgethettünk. Nagyon szépen köszönöm.